Második alkalommal ítélték oda az Egri Főegyházmegye legrangosabb kitüntetését, a 2020-ban alapított Pirker díjat. Az érseki palotában megtartott díjátadó ünnepségen dr. Ternyák Csaba egri érsek rámutatott, hogy a II. Vatikáni zsinat után számos közösség született, melyeknek az volt a célja, küldetése, hogy az egyház megújulásában segítsenek. Az egyik ilyen közösség a neokatekumenális út közössége is. Katekúmenek az ősegyházban is voltak, a mai egyházban is vannak, akik felnőttként készülnek, és vannak megkeresztelt emberek, akiket később kell elvezetni arra, hogy egyáltalán miben is részesültek gyermekkorukban. Ez a küldetése, ez a missziós hivatása a neokatekumenális útnak. Amikor az Egri Főegyházmegye befogadta, vagy kérte a neokatekumenális útnak a képviselőit, hogy segítsenek bennünket ebben a nagyszerű új misszióban, akkor Anna Mária Federici volt az, aki felelősként, a hazai felelőseként a neokatekumenális útnak segítségünkre sietett, és küldött nekünk katekétákat, küldött nekünk papokat. A Pirker díj a Jézus Krisztus evangéliumát hitelesen megélő és tevékenységükkel a főegyházmegye küldetését támogató személyeknek adományozható. A díjazott személyéről a főpásztor dönt a tanácsosok testülete javaslatainak meghallgatása után. Ebben az évben a római származású magyar gyökerekkel rendelkező Anna Maria Federici a neokatekumenális út itiner katekítája vehette át az elismerést a főpásztortól. A neokatekumenális út egy lehetősége, hogy ez a kerítség, ami kaptuk gyerekkoromban, növekedjen, legyen egy felnőtt hit, ami képes válaszolni a mai időben ennek a kérdésnek, miért történik ez a nyomorúság, hol van az Isten, és nem elég olyan hit, amit gyermekes mondjuk, infantilis. Tudni, ha persze Isten van, de amikor jön ilyen események, az ember kiábrándult, kétségben, nincs remény, ugyanaz, mint bárki, aki ateista. Azért hálás vagyok, mert a legfontosabb kapni ezt a ajándékot, hinni Istenben, és továbbadni jön utána. Anna Mária Federici az evangelizációban végzett buzgó tevékenységért, a keresztény hit megújítása érdekében tett erőfeszítéseiért, valamint a Redemptoris Mater missziós szeminárium létrejöttének elősegítéséért vehette át a rangos elismerést a főpásztortól.